a játék menüjének a zenéhez, ami irritálon irritál. Ezt jól magas mondtam. Végre működik, bazd meg. Ezt egyszerűen nem lehet streamelni normálisan Twitch-en, bazd meg. A szar szerverek. Szeret csinálni, hogy így. Na szóval. Na végre kép is van. Elvileg most látod a dolgokat. Legyen csak standardos dolog. A zenét kicsit lelkítom, mert mindig hangos. Ja. És akkor itt nem késik sokat a stream, szóval maxi 3 szeket talán. Ez azt mutatja, hogy melyik kategóriába kezdjük? Amelyikbe akarod, én a legkisebb az agya a Red Bull-ok tisztkápesen, amely fölfele van. Akkor kezdjünk be annan, hát ezekkel úgyis mentem tegnap már, igen, igen, bla 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 bla, jó? Ez ilyen hír, ez nem érdekel. Ez se nagyon. Akkor zsaljunk aztán. Te számot nem csináltam magadnak? Nem, az buzis. Majd ráérez. Mind a három practice-en kell menni, vagy nem muszáj? Nyom rája, nyomja rájuk. Tudom, ki lehet kapcsolni. Szerintem nekem egy elég, mert ezen a pár mondjuk mentem tegnap elég sokat, szóval ezt elég ismerem. Meg ez Form 1-es pálya is volt. Herez vagy melyik ez a pálya? Ez Herez. Ja. Így igaz. Motorra kicsit furcsa, de... Egyébként az egyik kajánban van egy sikán. Sikán? Welcome to all... Az utolsó szektor, látod. Nagyon jobb vagyok. Ja, néger vagyok, kicsit. Csoki. Olyat kéne csinálnom, hogy...
Options, hogy a hangot kicsit lejjebb veszem, meg kegyetlen hangos. Így. Hát a bőz maradhat. És akkor nekem Ádi olyat mondott tegnap, hogy olyat szokott állítani, hogy a kanyarokban stabil legyen a motor, mint az atom. Azt hogy lehet megoldani? Menj vissza. Ott van GUI setup. Igen. Judging from the images, there is excitement in the pit. Engineers and mechanics are a bejárat a kanyarban, a kanyar kiárat, és akkor... Ott kell mondani, és akkor úgy csinálják meg a motort. Hogy melyik legyen, hát akkor az exit. És stability az jó legyen. És akkor... Stabil legyen a kijáratokon. Aha. És akkor mi ez a buble meg a bombs? Hát hogy mozogjon szerintem majd ne annyira. Akkor legyen bombs. Apli, jó lesz. Jó. És akkor... Ja, csak itt eltakar így. Hát akkor nézzük meg. Nincsen LKA. Hogy mi? Leszimulált kurva anyja. His bike is ready and the rider... Ó, miért ilyen csúnya a játék, gyerekek? Hát... De, ó, az még, még nem lehet állítani, mi? Az istenit. Mindegy. Ja. Akkor marad én. És ott lenn ott a kilométer órán az a... Ott az a három közül a TC az a traction control, azt hiszem. Igen. És a másik kettő az mi? Egyik a ült motor C. A közését azt nem tudom, de az utolsó az a motor C a jobb oldali. Automata váltó? Hát... Ja, de ne én szoktam váltani. Jó, csak kettesnél lejjebb ne számít, hogy fog váltani neked a motor. Tudom, már rájöttem. Kenyed neki, Gyulám! Ez már nincs benne a húzba. Tele? Hogy, hogy? Hát nem tudom, motor 3 a kell. Ez ilyen kanyarokba való fékezés nem megy mindig, de hát ez ugye nyilván az én fasságom. Megmondta Ádi, hogy te jobban értesz ehhez, szóval. Ja. Hát én a 18-tal játszottam először. De szabályos volt? Mhm. És itt nincsen ilyen strifizgizulás. Én azt gondoltam. Vagy a legkisebb, vagy rendes szabályok szerint van a büntetés. Várjunk egy kicsit, rajta egy kicsit hangosítok. Amért nem kell hangosítani. Lehet csak majd a motortól nem hallak. Vedd le a motornak a hangját. Az meg engedte a gázt. A gumminak a hőfokára is figyelje. Igen, az hátsó gumik azok az esküdtelenségeim itt is. Itt azok lesznek így, de... Meg úgy kell kisakkozni, hogy az első gumminak hogy kopik egyformán. Rázókot nem szeretjük. Az a későn váltott. Hoppá.
Békez korábban. Ja. Ha elkezd rezegni a kontrollá, akkor az mit akar? Vagy a pályán kívül, vagy elesel. Jó. Most is féktávon. Jó lesz ez. 16 000-re, de vagy a másikra. Tegnap mentem valahogy 40 vagy 50, 53-9-et. Ugyanitt. Uh-huh. Nem tudom, mennyit segítene a kéziváltó. Meggyorsult vele. Viccsen. Küldöm. Egyébként ott így az elérhetős nyanakót. Ne csúszkálj már! Rakjon be, mi? Kenjed neki, Gyulám! Én nem ajánlom a téti offot. Kettesen van most. Ez eddig 54-90, nem baszod el. Iiii, sok! Várj, jó lesz még, jó lesz még. Au. Mert? 54-7. Esős, száraz, esős. Áú. Hát akkor ugye a hátsó gumi, az a közepes lesz neked. Hello! Az anyádot. Dive bombolnak az aik. Ez az egy probléma. Mélyet fékezett. Íhú! Egyébként a profit is úgy használja a játékot, hogy 4-es PC és minden 4-esen van. Vonal nélkül persze. Tudom. Mondom, mit mondok. Azt én nem tudom, hogy a levágat. De jól néztem, itt csak med van amúgy gumiból, nincsen soft. Menj be a boxba. Ez buzi. Én bementem.
Szólok, hogyha ez büntit kapsz, akkor Jokertől az van. Ja. Ja. Az a pálya megadottak, aztán ki kell menni és ki kell szélesítened. Hát ott csak med van. Mind elő, mind hátul. Aha, akkor... Hú, de zabálod a gumit. De 42 fokos a pálya. Azt hol írja? Csak én nem láttam. Menj vissza a gumikra, és ugye a mediumra. Ja, igen, látom. 42 a pálya. Ezekben nem megyünk bele, ezeket hagyjuk úgy, ahogy vannak. Ehhez viszont meg Ádi ért, de nagyon jó. Váltóhoz? Az beállításokhoz. Ja? Break system. Ez mi a bánat? Hát az a... Igen. Jó lesz, jó csak lesz. Csak annyi, hogy menjél a harapjon a fék. Anti-vilni, mi az? Jó, az engine break-et azért hagyjál már rajta. Á, kicsit hagyunk rajta, nem sokat. Nem kicsit. Uha. Hogy kell? Ja, hogy... ötön van a izé a játék. Hú lesz az. Hello, Nicholas. Ja, ez meg van dögölve, várjatok. Kíváncsiak, mert mindig benne van az a random meghibásodás. Tegnap nem volt rá példa. Lehet, hogy csak én nálam nem volt, vagy érted, vagy ilyenek. Nem ma a 15-esben, olyan is van. Ja. Fú, random motorod meghibásodik. Menj innen! Gyors körön vagyok, nem látod? Üha. Akkor tollak. Nem tollad. Ma volt az még 2 mm a két kerekt. Anyád. Menj már innen. Majd Nukókkal tart, mutasd már meg majd KSZ-nek. Jó. Ma az se egy Bakren kinézett. Kurvásul nem. Köze nincs. Köze nincs hozzá. Vagy játékot lóvra. Hát az 17-es karjegy. Barlábod egyébként jelentőben azt a kötszerű pácsolt, ugye? Jajaja. Hogy van az, az melyiknél van? A Quick Modes-nál akár Grand Prix. Elég a TT. És a Son van. Hát ott van a Prom. Prova. Ja, Prova Tempo. Az. Anyád. 19-esen néz ki rosszul a MotoGP. Offline, igen. Jó lesz, hogy...
Jó lesz, tegnap Ducatival megyünk, akkor menjünk ezzel most. És ott van fenn. Ja, nem lehet semmit. Illetve te is használod az utána égetőt. Mindent használunk, minden. Szia Dávid, hello, hello. Akkor kezdjünk bele a lecsóba. És akkor, már ez most csak TT lesz, vagy ilyen verseny is? Ez most? TT. Ja, jó. Jó. Oké. Okay. Mindjárt itt nem mentem. Micsoda? Dimetrial. Dimetrial. Tessék, Udara. Katar. Go to Trotsk. Ó, ez még nem erek. De ez nagyon megy. Ez szerinted? Ez a legnagyobb motor köpcenti. Há, rájöttem. A kurva nyádat. Ja, ez nagyon megy. Ne kap föl. 3 kiló. Új, itt hol kell fékezni? Mondjuk nincs felcsapva a grafika, szóval úgy nézzétek. Invalid lap, menj már! Nikolás, szerinted miért néz ki Mofo Instant Gaming-en KSC? Hoppá, hoppá, hoppá. Jaj, ez ugye nem. Azt hittem kavicsvágy vagy ilyesmi. Ne csap föl egy kerékre. Ez nem itt van annak a helye. Hát de... Egy kisra. Végre van egy olyan autó motorsportos játék, ami jobb, mint az F1. Várjál. Milyen óra angol? Angol az utolsó. A kurva éles. Várjál, csinálok egy... Várjál, feljebb csapjuk a grafikát, csak hogy... Olyan, nem mentünk őt. Ki kell lépni. Azt akkor nézzük. Dehogy is, mi vagy? Nem akartam. Persze, hogy nem lehet frissíteni, mert ez az Encore-ból lett megvéve. Igen. Ja, az N-magból. Igen. N-mag. N-mag, ez jó. Ez kölcsön lett éve. Hát persze, ezt kölcsön veszik, hát most. Ebből ki kell próbálni, hogy milyen. Persze. Ja, amúgy a 20-as is fönn van, mert lehet letöltöm azt is. Az is kölcsön véve. Egyébként csak mondom, hogy ezt 5 perccel csinálják végig. És nincs benne. Igen, 6-ot töltöttem, legyen maga az alapjáték. Ez az ingyenes verziója a játéknak. Volt maga az alapjáték, meg 5 frissítés hozzá. Hány FPS-en van? Nem sok. 50? Még bazd meg. Hát 10. 10-et van a minimum. Nincs olyan buzulás a TT-ben, hogy flyingre. Gyere ki a boxból. Ja. A Max Grafot nem szereti a játék, vagy a gép. Osztok. Lehetnél kéne egy új vidikát. Nyilván. Á, igen, ez nem állapot, gyerekek. Ez, bocsánat, ez nem. Azért mindennek van határa, de ez így nem megy. Ez offos a téma. Tehát akkor is jó grafikája van. Nekem egy kemény processzor kellene amúgy. Tudom, nekem az a ludas processzor. Felcsapjuk, jó. Ja. Hello, Jézus, jönnek a followerek, megbolondulat. Várjál, nézzük valami más pár, mert... Majd lehet, hogy egy G7-re fogok beruházni. Ó, én Intel többet nem veszek. Menjen history pályákon. Van olyan is. Donington. Aha. Laguna Seca, gyerekek. Instant. Laguna Seca. De valami... A szuszkával, gyerekek. Ho-ho.
Mennyi a régi motorról? Lehet, hogy rúgvare. Ja nem itt kell, bazd meg. Moto E! Takarodj! A nagyra mennyi. Ahova ne, az kérlek ne. Jó, nem. Akkor melyik a régi? Nincs itt régi már. Ott van a Moto GP néztok. Ja. És tessék, Rossi, Hayden, Biagi. Na majd az ízeket vére egyszer kipróbálom az AMD-t. Igen. Mentem egy keveset ezen a pályán, de nem sokat. A Seto Corsa-ba mentem talán itt egyedül. Hát jó. Ott se sokat. De ez nem a Seto Corsa. Acsátó csorsa. Dick, hallod? Fölállt. Ha bolond ez? Szerinted ki megigazítja a ruháját? Ja, ez itt a box kiárat. Anyád! Hú-hú! Ma bocsánat. Van egy kis fajta... Ez a Laguna Seca? Várjál, figyelj. Azaz. Figyelj. Bazd meg, nem ezt akartam. Seca Lagunája. Itt van az a kalapács fejt, anya. Így. Jó, az undorító. Anya! Új, pörges ki, kurva. Van olyan hülye, aki így játszik? Nem. Tudok róla. Hála, nem fogott a fék. Szia, Gómi. Hogyan bassz fel a gomidat 150 fokosra? Nem áll meg, nem áll meg! Ú, itt ez a kanyar. Hát volt ilyen bukás annak, nem volt. Hát meg egy elevágás is. Anyukád. Állj, nem lehet padlózni! En magról vettem meg kulmi. Kölcsön vettem mondjuk úgy. Megvettem a en magról, így van ahogy Kárszél mondta. Ez egy nagyon nagy áruház, sok mindent lehet ott vásárolni, ingyen és bérmentve, természetesen. Ez a közösségi áruház. Jó van, ez nem, ennyi elég volt ebből. Jó, meg minden, csak nem. Meg a régi Barcelonán mehetünk. Ami a 2006-7-ig még úgy chips. Jó volt. A folytassuk gyerekek, mert ez innen máshol nem leszünk kész vele. Menjünk egyből menjünk a időmérőre. Herez. Jerez. Jerez, Herez. Kinek hogy tetszik? És volt van az a jobb sikán, amit mondtam, a formányosok is azon mentek, ugye? Nem érdekel. Mármint a szöveg. Akkor igen, Guide. Of course. Igen, kezdtem be órára. Milyen óra? Természet. Ez úgy. Itt az F1-be is kérünk. Itt kérünk az F1-be is. Csak nem kapunk majd. Nem kapunk, bazd meg becsicskát. Így van. És akkor itt start.
meg egy ilyen cigánykodni, bazd meg izé a setupokkal, bazd meg megvárta még izé, mert az egy körbe vagy a pályán, egy érdemes setupra tudja építeni. Ja. Rendben, rendben, rendben. Egyébként viszont nem kaptam sokat tőle, ilyen 3,5 másodperc a videó. Orbinak a Vialis Orbinak a kis PDC-t is izéjébe. Na, az jó. Az elsőtől? Aha. Na, az jó. Hát ő van egyedül, azt hiszem 51-en belül. Hát van, aki 6,5 másodpercet kap szóval. Mi? 51-0-át nem? Ja? Az a 3 másodpercet az elég. Ja, kajak, mert tegnap néztem Skyt, és ő ment 50 felett. 5-50-et talán. És 30 valahányadik volt. Aztán 20, top 24 jött be, vagy hogy van? Aha. És aztán egy tizet kellett volna, kell neki ahhoz, hogy meglegyen a top 24. Ja, mi ez van itt nagyon mi? Mhm. Berezna jön. Megnyeri, aztán megy majd egy évet a VTCR-be. Hello. Nagy a bármilyen vagy nem tudom. Olyan csuti, Zoli. Ja. De ne fáltod biztos. De valami több fordulós lesz, nem? Ja. 5 fordulós, Hungaroringgel kezdik és végződik is. És lesz benne Hungaroring, Monza, Sepang. Szlovákia Ring, nem? Az, ja, oda, az nagyon élvezetes, meg jó is maga a pálya is. Ott van kell a jó versenyt, ami... Túlra utolsó szinten mindig. Én kipróbáltam azt az első pályát, egyébként nem tudtam meg, hogy mindig elvettem. Rohadj meg! Nem tudom, Krisztus, de ilyen nagyon szabadult pálya. Ja, igen, az az. És te elvette? Ja. Gyere, tess! Hát ilyeneket építhetsz kínálba. Hát meg jóra el kéne találni a ritmusát, ez nem mindig kéne sikerülni szerint. Barton a helyet mondjuk. Jó, akkor ezen orvosolunk gyorsan. Éreztem. Mondom, hogy a faszak kellett szétcseszni a jót. Éreztem, hogy valami nem kóser. Hát ez se sérte senki. Alapból, hogy azon a pályán nincsen sok előzés. Régen sok volt, meg most sincsen. Így jó lesz. Ja, Barcelonába? Aha. Hát megnéztem a 98-es versenyt, olyan volt, mint a tavalyi. Ja. Új, és 20 év telt el. Egyedül a 2013-asra mondtam azt, hogy... Mark, hogy melyikre mondtad, hogy hol mentek az F1-be? Ott van az a jobb, a jobb? Ott az utolsó szektorba? Nem, meg a 12-es, talán. De az jó lesz, menjünk. Az nem volt izgalom legalább, úgy mondjuk. De azon kívül semmi. Remélem, így most jó játék. Mondjuk ez lehet, hogy benne a bajtán, mint 30 éve mindig ott lesz a Forma 1-en. Már 30 éve ott lesz a Forma 1-en. Azon a képet lesz a Forma 1-en, ahol az a bajon viszont, hogy kintartottál viszont. Kintartottál egy két részt. Aha. Na most ez nekem is jobb a szememnek, hogy nem érzem, hogy langolna. Én most nem írja, hogy mennyivel vagyok, mert nincs még mért kör. Ó. Na! Mi baj a Kálmán oldának? Nem tudom!
csúnya volt, de... Ki az a kármány? Coleman. Hát aki a farming Farming Coleman. A valóságban? A valóságban ezé a Hír TV-n azt hiszem, vagy... Azt tudom, hogy ki. Ja. Ilyen műsorvezető. Igen. A Coleman-t Mark nevezi. Ahogy már Hír TV-t is kivettem. Na. 5-3-4. Azt mondom, hogy kell ülhetni abban a szar mikrofonban. Bocs. Nem is kiabáltam. De ez még lightos volt. Ez jó kör lesz, ha így folytatom. Ne bazd meg! Mi kiengedted ott? Ja. Akkor mi téged, mert csak Kálmán Olgának? Hát... A leszbikus párjának. Ja mi? Maga névrokonjának. Ferrari, ne gyertek köcsögök! Ez jó volt, nem is fékeztem, basszus. Csak engedtem, hadd menjen. Ez a balos nem megy, ahogy az előbb is elrontottam. Olyan hosszú ez a balos, hogy hihetetlen. Akkor? Én? Ja, vettem. Sajnos. Így van. Nagy hiba volt annó, de hát akkor még sok mindent nem tudtam, amit most már tudok. Na, egy kis szélárnyék, itt van szélárnyék? Van. Hát 34 ezer, de javítottam.
akkor még, amikor én ezt vettem, akkor még a Reiner-ről csak hallani lehetett, hogy jön. Hát, a kurva élet. Hát ez a kanyó volt. Return to pit. De egyébként jó koszos lettél te. Jó. Hát ha eldaknyoltam akkor, és akkor ilyenkor hogy lehet elpörgetni az időt? Vagy lehet elpörgetni az időt? Rámész a last session. Igen. És Bárcsony csak egy finom kis 2-6-ot kapott, hát ez sima. Melyik gomba? Y vagy? Ilyet mutatj ki, te okos. Bazd meg! Nem akartam! Nem akartam. Nem, most legalább el... Nem, fasz, nem ment el idő. De nem, fast forward. Vagy... Az. Ja, az Y, de semmi. Akkor alt. Hosszan nyomjad. Jó. Bazd meg. Az meg. És ha megáll, elengedem, akkor megáll. Visszaállítja, igen. Ja. 60 a speed. That brings an end to this qualifying session and after a thrilling contest where the riders gave their all right up until the end. Ost hello. Ja, csak 36 fokos a pálya. És akkor tudok ilyen kukumit állítani? Igen, jó. Tudok, yeah. Tudok. Felrakok egy új szett gumilágyót, és talán hány körös lesz a verseny, nem? Nem. Attól fog, mennyire állítottad. Itt nem, nem, nem állítottam semmit. Hát olyan! Manuel Red Bull tudja, hogy van több könnyű. 26 kör? Hát annyit nem bírok ki. Hát csak 6 kör, te hülye. Ja, bazd meg! Aja! De ez mi? Faszom! Ez mi? Elsőből utolsó. Kikult a rányban. Öcsém. Fogd rá, hogy nem kereste oda. Zalakott a kóderben. Hát bazd meg. Tudtam, hogy az olyan kemény, de hogy ennyire. Nem kereste a pályára, úgy gondolom. Hát meg mélyekkel szoktak fékezni általában minden. Kurva mélyet fékeznek. Inkább legyenek gyorsabb az egyenesbe, bazd meg. Most nézd meg, én itt már az árnyéknál fékezek, de hát az bőven korábban, vagy későn. Ők kb. Ugye táblát árnyéknak tájékenek fékezni? Kurva későn fékeznek. És hiába van bekapcsolva ugye az assist, még úgyis. Kámlán Olga, még mindig te vagy a buzi, meg az Ádi, nem én. Én legalább segítek a lopónak. Cool, még segít. Még... Nekem csak nem MotoGP-ben. És nem engem kell minden futamon eltiltásba részesülnöm az MPL-be. Mi az 50 FPS? Haló? Mi is alt F4? Menj már innen! És innen a bajnok jut fel a Moto 3. Na bazd meg. Hát ez nehéz lesz. Hát európai pályákon mennek csak. Bazd meg. Gyerünk!
Na most! Most! Na most nagyon megy a gép. Na bazd meg a féktáv, a kurva éle. Mondom, hogy a tábla tájékkának fékeznek. Jó. Ja. Jó, csak 6 körbe az meg. Kezdjét a kulni. Na, most nem érek rá. Bocsika, de... Szóval... Kívülről... de beraktam neki, bazd meg. Én is megijedtem volna. Mennyi vagyok? P18, 6, 7... Bazd meg, itt is miért fékeznek? Hoppá, hoppá! Ez egy kis tudnak veszni. Máma kéne officer vizsgára mennem, kulmi, a kurva élet. És ott mit csinálnak velem, vagy? Meg fognak kúpolni? Hát ott kapom majd az ívet, nem? Menjél, Gyulám! Hát bazd meg. Kis kontakt, jó. Ebbe a jobbosba hozok rajtuk kegyetlen sokat. Csak hogy ezt visszabokom kb. Az egyenes végéig. Meg aztán a 15. helytől kapok pontot. Jó. Jó, gyönyörű. Eddig nem rossz. 12. Lesz ez még jobb is. Csak el ne baszódjak. Most elbasztuk. Relativity sokat hozok rajtuk. Az igen, bazd meg, rakd be. Megcsinálom már a kulmi mindent. Leggyorsabb kör, jól látom. Aha, és az első 15 kap pontot. Antonio Feliz da Costa is azt meg. Micsoda? Antonio Feliz da Costa is azt meg. Nyilván már. Na ott van a Costa. Hát ő a Costa. Vagy én azzal szoktam viccelődni, a közte. Jó! Csadjuk! Az hányadik kör? Ó, negyedik. Lesz ez még jobb is. Arról is tettek fel a videót, jó van. Buzi vagy? Amelyik élök, az egy buzi. Most mondom. Hű, jó. P8. P7. Anyád! Azt a kurva élet! Nem akarnak, de nem akarnak.
Miért nincs ebbe több lóerő? Kívülről gyerek, hú-hú! Ezek itt elő már tudnak versenyezni, nem úgy, mint hátul. Mondja is hozzá tudja a tájára lekérni. Yes! Most már csak meg kéne tartani az első helyet, nem? Elők meg! Buzi vagy. Az anyádot, hát menj már innen! Hello, szia Berci, Berci. Ja. Meg lesz, nyugi, már fönn van Enkóron. Bocsánat, a N-magon. Fönn van a N-magon, meg lehet vásárolni. Tehát fast stop gyerekek. Nem N-mag, hanem N-mag. így van, ahogy Kárcsi mondja. De bazd meg, ezeket mit vetődik be, menj már innen. Túl sok, ne ide! Menj már a faszomba! Szia, Feron! Hát te... Te! Ki ez a köcsök? Ki ez a bánat? Hát, menj már innen! Kuni! Kulmi! S3 Ron, jó van. Ádés, jó? Jó? Prima! Ez most meg kell legyen innen. Utolsó, itt is fogalmam sincs lesz. Milyenek az aik, beadta. Itt semmi nem foly, maximum a Dunába a víz. Azaz. Hátsó gumi most kezd belegedni, mert nyomom neki. Azaz. Állj meg! Jaj, mit csinálok? Yeah. Jó. Jó itt vagyok. Guten Appetit. Pass back! Jó, nem. Ez már megvan, gyerekek. Finnyal lap. Hú, nem lehet fölkapni egy kerékre? Vin, ott van. Abban a pillanatban. Van. És akkor 25 pont. Leggyorsabb köré, nem jár pont? Nem. Picsába. This victory is the cherry on top of an exhausting weekend. If his team keeps working like this, it will be really difficult for him to overtake. Legyél 15-ig és azért is kapsz pontot. Micsoda? Legyél 15-ig és kapsz pontot. Hát ja, igazából az a cél, hogy pontszerzők legyünk. Ennyi az idő? Ja, én is onnan szedem. Hát jó van, hát... Úristen, bazd meg, most kapok epilepsziát. Mert? Így izé, jöttek a motorok is szembe. Jó. Ez mi? Ez is verseny, vagy ez mi a bánat? Igen. De ez akkor miért ilyen pont, vagy ilyen... Aha, egy... Red Bull Ring. Ez a... Sachsenring. Sachsenring?
Nem! Sachsenring. Ide rakunk egy Q3-at, mert itt nem mentem még. De mentem, mert csak kurvásul nem megy a pálya. Q3-at vagy FP3-at? Mindegy már, ott megyek egy kicsit, pracolunk, azt utána megyünk is a versenyre. Ami de meg ezt a 300 ne elrepüljen, mint Pirlo. 47 fokok pálya, hát anyád. Megfőnek, él ő, na. Pit start. Állítsa a beállítást meg. Buzis már. Ez már majdnem olyan meleg, mint a Mark. Beszóltak. Én ezt nem hagynám annyiba. Nézd a jóisten be, bazd oda. Egyébként nem vagyok ilyen meg az Ádi. Nő szeret föltörgetni fiúkkal. De ezt tudtuk eddig is. Ő egyébként belém állt múltkodás. De ez a kanyar is, hogy lehet ilyen buzni? Na itt kezdődnek a problémák, itt a balosnál. Itt viszont nem olyan buzik a rázókövek. Amúgy az AI-t lehet valahol állítani már? Nem tudom. Az AI-t. Hát azt tudtam, előre tudod állítani csak. Mert ez úgy járó. Mi a? Mondtam, hogy ne mondd meg, bazenek. Én akartam rájönni. Merjen be a szárba. Úúú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 ú
nem? A motorot. Nem mást, a motorot. Meg itt ez a jobb bal, ez... Ez nem adja ott ki. Mindenkire csúszik. Ez nem adja ki. Kivéve... Egyébként akkor úgy mennek a valóságba, és ott lecsúsznak a jobb kanyarról. Übazd meg! Itt van ez a bal jobb. Itt az ajhoz képest annyit tudok nyerni, hogy annyit nyertem. Ez van hihetetlen. És az utolsó kanyar. Kétszáz tíz, kétszáz... Túsz! Kettő harminc... És brake. Kettő harmincet a top speedje. Úgyhogy nincs semmi állítva. Itt igazából kigyorsításokra játsz a beállításokba. Menj innen! Guten Appetit! Menj innen! Miért vagy olyan benn? Menj innen! Igen, itt ez a kanyar kicsit trükkös. Eddig jó, nem? Most sem talán. Ja.
két percen belül idő, két lemúj lesz. Nem lesz. Lehet itt két percen belül időt menni ezekkel, vagy teljesen? Nem. 2-0-5-1. Azt nem tudom, jónak számít-e, de... Négy tized plusz, hogy a faszomba? Pedig nem tűnt rossznak. Keveset visszahoztunk, de én biztos, hogy nyerünk most, mert azt mindig el szoktam kúrolni. Bazd meg. 0-5-be be kéne menni. Fasz, én rakom rá ott a rázókőre. Csak azért kopik ennyire gumi, mert nagyon nyomom neki, vagy... Vagy alapból... Milyen a pálya? Hohohoho, az micsoda a második szektor? Azt oda raktam, bakker. Mi az, hogy 0-4-es kör lesz, gyerekek? A végén bemenjük 0-3-ba is. Ho-ho! Gyereköcsök! Ne gyorsullak! Vagy mégse? 0-3-9! Hu-hu! Az igen. Ez már a körnek nevezem. Ez már egy igazi kör. It looks like there won't be need for further confirmation. He'll probably analyze the last few laps with his track engineer and decide what to do. Anya, ez jó volt. Ezt akkor skippeljük ezt a practice-t, mert már nagy se fog annyit várni. 0-8-0! Ember! Hát lassúak vagytok.
Négy szeg, bazd meg. Négy szeg. Ez a 8-as szám nem tetszik, majd lekőcseréli. Én majd sityakot is varázslunk, azt lehet, hogy majd egy streamen kívül megoldom. Körönként, nem? Let's take a look at the names of the riders who managed to record the best times. Azt a kurva. Kegyetlenül el lettek kúpolva szegényként. Aha. Aha, így lehet izelni, nem? Igazából... Steering... Speed... Nem. Egyenre nem. A bejárat, a kijáraton... Egyen stabilabb. Mi ez a wobble, gyerekek? Meg az a bombs? Csak per... Az angol tudásom egyenlő a nullával. Bump az a izé, az a... Kurka, azt hiszem. Uh-huh. Nem tudom. Hát, legyen a bumps. Csókolom. Hogy ez ennyit elvesz? Ja nem, annyi maradt a... Izéből. 8 perc. Rákunk fel egy új set gumit. Hoppá. Hátsókat adj megetni. Inogás meg... Értem, tudod, jó lesz ez így. Brakes istem, ezt még mindig nem tudom, hogy mit állít majd. Ezt kicsit feljebb csapjuk így. Nincs, de nem is lesz. Azért, mert... A Valorant az úgy lett megalkott, vagy olyan anti-cheat-tel lett megáldva, hogy miután feltelepítetted a játékot ugyebár, akkor az anti-cheat, az miután bekapcsolod a gépet, egyből bekapcsol, tehát ugye ezt nem lehet elvileg kijátszani. Viszont ez egy ilyen kis hátsó kaput nyit neked a gépedbe, amit bárki el tud érni, ha akar, valamilyen módszerekkel, fogalmam sincs, hogy milyen módszerekkel, ezt nyilván ilyen okos lelekek szokták használni, és a gépeden lévő adatok, meg ilyenek, azik így nem eltűnhetnek, hanem így bárki megszerezheti tulajdonképpen. Meg amúgy se jön be maga a játék, szóval nem is terveztem. Tehát néztem róla a streamet, mondom, nem rossz, de hát... A Riot Game-ek... Azokra inkább nem mondjunk semmit. Mi az, hogy bárány? Milyen bárány? Gyere, köcsög! Akosta! Jelenlás szerint, hogy utolsó vagyok, de még van 6,5 percünk. Az első... Kereket kéne inkább bemelegíteni, csak azt nem tudom, hogy kell. Hát nem így. Jajajajaj. Már jött, nem lehet csinálni, hogy... Nem itt. Ez sem itt. Azt itt nem lehet bekapcsolni.
Biztos. Jó. Közel van a... Jaj, kavics! Fű. A jobb tapadás érdekében. Hertos. Fajtosan, hogy nyomom a felváltás gombot, nem vált le. De szar. Már kicsit fárasztó, de ki lehet cheatelni a rendszert. Jó, talán nem érjük utol a balit. Melyik mert rám érni Facebookon? Gyorsan megkukkantjuk, ja? Más nem lényeges. Ez rázók? Nem akarok rámenni, de rászoktak a valóságba. Azt hiszem. De szar volt a kigyorsítás. Nagyon szutyok volt. Nem szólt rá menni a rázókőre. Hertas, vagy Huertas. Ezt tud is spanyol. Hova tűnt? Eltűnt, mint Kossuth a ködbe, gyerekek. Ho-ho! Már küldött 7 képet, majd megnézzük mindjárt. 0-4-7. Gyenge. Gyenge. Kurva gyenge. Marcos UERT Crushhead. Ez miért fontos? Ez igazság, hogy kiesette előtted. Most jobb. Nézzük el vintunkat. Különös. Nem tudom miért. Vagy nem tudom, este... Ilyen hat után nem érdemes Twitch-en streamelni, mert olyan szarok a szerverek mostanában, a leterheltség miatt, hogy nem engedte az összes felbontásban nézni a streamet, csak 1080p-be. Ez kukás ez. Mit? Az a legmagasabb 1080. Igen, hát... azt hiszem igen. Azt hiszem nem lehet... Lehet 2K-ba vagy 4K-ba nem vagyok biztos, de lehet 2K-ba lehet streamelni.
Mindegy, már nekünk az összesen van általában. That brings an end to this qualifying session, and after a thrilling contest where the riders megnézzük Mark mit küldött nekünk. We can finally find out the name of the rider who will start from pole position tomorrow. YouTube-ra kiváltatna a 4K-t egyébként, csak az olyan internethez. Óha, hát nem tetszett a tanárnőnek, hogy 20 perccel később adtam le a német témazárót, mert a beadási határidő előtt 5 perccel keltem fel. Ez nem tetszett neki. Mik ezek a képek? Jó, hol van Mark? Istenem! Mik ezek? Ez mi a büdös fasz? Ez mi a lőcs? Istenem, ember. Istenem. Yuki Kuni! Azt a mekkora csese van ott a rajtrácsos néninek, láttad? Már gyorsan elnyomtam azóta, majd közebb nem nyomom el. Van ez még utoljára rajtrácsos vagyok. Gumit nem cserélted a hülye? Bazd meg! Kukura élet! Nem baj, leszarom. Pűrös picsába. E tudsz restartolni, de minden. Nem! Nem vagyja akkor. Hát hello, ott az első hely, csókolom, szevasztok, csumi. Meg itt nincsenek olyan hosszú egyenesek, ahol a féktávon be tudnának dive-olni. Belétebb a hosszú jobbosba. Én úgy van, beveszem, majdnem full gázzal. Sehol nincsenek már. Muszáj volt belengedni, mert elrepültünk volna. És ilyen időbüntetéseket szokott adni a játék, vagy nem nagyon? Ha vágod a pályát, igen. És akkor ilyen megadott büntetéseket ad, vagy nem tudom, kiszámolja, hogy mennyit nyertél? Na, hát igen, és ezt hozzáadja. Aha. Akkor jó. Nem kiszámolja. Igen, nem kiszámolja, hanem amennyire nem voltál pályán. Ja, azt. Aha. És azt mondja, a bánatból számolják, hogy mindegy, nem érdekel. Hát, ha egy másodpercig nem váltod a kanyart, annyit alatt hozzám az időtől. Jó. Büntetésként. Jóva időt nyertél. De a legszabadásnak formál minket egy. És mondjuk milyen szabályok vannak még. Ezt a 8-as számot kurva gyorsan le kell majd cserélnem. Ez bassza a csőrömet. Mire? Hát az a piros. Az bassza a csőrömet, meg hogy 8-as. Jó, de milyen számra? Hát, valami 10-es számra gondoltam. 19 és 10 között. 69? Nem. Ne, rezeg! Hagynál most meg egy folytában hívját Messengeren. Áthalom a szomszédból. Aztán baszik fölvenni, mi? A régi telefonnal mit lát? Ja.
az is oda, hogy működik rajta egyetlen a kamera. Ez csak ötkörös, miért? Hosszabb a pálya. Igen. Na most nem kaptam büntetést, mégis lecsaptam. Na jó, ez biztos. Rógyi fellönt megelőzte, jó van. Jó. 057. Ilyen szar gumikkal. Jó az. Ebben kéne vigyázni a hátsókra. Nem tudok olyan tempót átvinni a kanyarokba se. Négyszeg. Ott a jobb felső sarokban most kiért, hogy majd 4, mit tudom én hány szek, az mi a bánatot takar? Különbség. Ja? Jó, akkor megnyugodtam. Amúgy fölfel nagyon nincs ereje ennek a szarnak. Így bazd meg. Á, csúszik a hátulja a féktávokon. Ez például szabályos volt? Idézőjelben hatalmas kappával mögötte. Two laps remaining, és a hátsó gumi kezd megdögleni. Ki tud durrani, vagy? Hát, ha elfutik, akkor meg szar van, vagy? Túltól, mint az állat. Hát, ja. Jelenleg 5-7 a különbség. Hát ha nem csúszol szét minden kanyarba, akkor megbírod osztani. Próbálok egyre magasabb fokozatból kigyorsítani, ahol... Ja, látom, hogy csúszik, meg húzza a csikot is kanyarokba. Az első is már eléggé ellekopott. Szerintem azt se tesz jót neki, mondjuk, hogy 144 fokos a hátsó. Hogy kimegyek a kavicsájba. 5-5. Most hoztak majdnem fél szeket. Most nagyon óvatosba tolom. Bazd meg! Én szóltam. Ha. Óvatosan a gázba. És
kettőt kellett felváltanom, hogy bírjak ki gyorsítást. Égtávon meg okosak, mert rövidebbek. Hosszabbak. Tatai a második. Igazából beoszthatnám ezt a nem hány szekes előnyt. 4,3-at. Nem tudom hány százalékos lehet, de nem sok. Kurva, de csúszik. Keresd Matteo Bertelle! Ez az utolsó körbe esik el. Tudom még, ha beleállni, ha már megint. Na. Te sem mertem gázt adni. Végül is ő felesített, hogy annyira jó a csatarod. Ő meg Brown. Brown hozta az embereket. Schumacher maga tudását. Jó, megvan. Szia, Dead Bye, hello, hello. Megvan. Ez utolsó? Jó, ez utolsó kör. Ijj, ez húzós volt te. Akarsz az zajn állítani? Mit? És itt kell? Akarsz az zajn állítani? Hát megnézni, hogy mi van. Az azért a második, a harmadik helyen. Azt a kurva! Az igen! Szoros volt, basszus. Volt még? Lemírt a Levi. Lemírt a Levike. Milyen Levi? Tudod, még leve a Tóth Levente. Most majdnem mondtam valamit, de mégsem. Orosz is van. Orosz. Tudjátok mit? A játék... Ekvádori, monakói, orosz. Artem Marev. Dél-afrikai. Hú, lesz izére a... majd a nyelv, a játéknak a nyelve. Orosz. Mennyi volt az ára? Már 6700-7900 körül. De jó néz ki ez a sisak, basszus. Ha te csináltad, akkor nem, jó. Nem én csináltam. Igen, jó. És akkor... Race Options... 60-on van. Y. Közben én visszatértem a live-oknak a live-jába, úgyhogy most már indítjuk újra a 20-as. Na, akkor hol hagytuk abba? Meg volt a Rider, meg volt a sisak. Nincs ja. Benne official, nem a mennyi szomokó a penáltira? Egy hova a penáltia? Tolerant meg strict van. Nem mondom, Götz, hogy kivették. Mi ez a, ez a manuális start? Ez legyen benne. Más szerint az jobb, nem? Azt mondta, hogy jobb. Hát... De ott még kuplungolt a szeged felállt. Már te ezen a szinten tudtad? Én. Csak kérdem. Hát te hülye vagy. Ezt erről a 60-ról felrakom, szerintem 70-re. Ezt meglátjuk. Még mennyi az idő? Hol lehet ezt még letoljuk ezt a versenyt? Ugye bár... Hol mész már megint? Asszem. Ugye ez a 6... Asszem, hogy hol fogom menni? Hát ebédelni.
Ja, azt hittem már mész izé, ligázni, bozd. Én már megebédeltem. Hova bánod ma? Ne, te megyünk a szipusok földjére, gyerekek. Hát a szipusok földjére. Ha Hollandia. Hollandia. Hát menjünk egy kicsit szívni. Ja, mi? Ja, ja. Ja, mi? Ezen a pályán mentem DTM-mel, akkor ott nem tetszett. Szerintem mit sem fog. Nem, te a régi változatán mentem a DTM-be. Mert ez másabb. Hát össze menjünk csak egy ki. Dutch GP. Dutch. Gazontain. Miért nézze hátra, bazd meg, menj előre. Mi van Levivel? Nice, én balfasz vagyok, akartam csalni a DP-nál, hogy ide-oda ugrálok, és lehetettem ebben az Argentiában, hogy nekik betiltott az team, amúgy ők itt létezve, és én vettem volna meg, de most várok, hogy lefegyjék a bazd. Mi van? Nem tudom, nem értem. Hoppa, hoppa, mi ez a kanyar te? Nem értettem, hogy mi lehet az? Én sem értettem, hogy mi lehet. Jó, mehet a team. Csapat. Van egy ilyen Ducati Suzuki KTM Racing VHL Honda Kempu, vagy a Kempu Avia Racing, hogy ugye van nekünk ez a Yamaha. Hát jobban kell fékezni. Menj a Yamaha-hoz. Yamaha! Van... úgymond vagy Csáll Nikolás. Ilyen szponzor. Itt van a izlet a kettőbe. Augusta. Aha, NBA. Moto 3. Mi van? Na, hol veszik be? Itt van már kérek a izlet a... Milyen nem megy. Boltolás. Boltolás. Mit akarsz megvenni? Na, kérdezik csak azt a 3-ban kérdezik, vagy a 1-ben megyek, vagy így. Moto 3-ban elég kezdesz. Na, ezért legyek a Sparta, Honda, vagy KTM? KTM. Honnan? Lesz idő meleg lassabb. A kurva anyádat. Az a Team Performance Study. Ó, még változhathatom a izét rajta. Sponzor. Hát az izé legyen Hertz, vagy ez a... Mustármárka. Vagy ez a Pálcsa Lupa. Még lenne jobb a Hertz legyen, vagy a... GoPro-t mondja Sibi. Tényleg Sibi, jól borultál tegnap pazárba. Hát azt a boruláson én is szakadtam, bazd meg. Szerintetek még legyen, hogy inkább legyen benne fekete. Hát, te választod ki. Ja. Hű, bazd meg. A rózsaszín. Az a lesz. Ó, mintha te ügyesebb lennél, Nikolász, de úgy komolyan. Oltáska. De hírja, hogy te mit lesz, hogy te látok. A ruháját látok. Most a felni. De miért veszed? Nem most a hátsó. Leváltad. Hát de nem, csak kicsit kiszélesítettem, az nem ugyanaz. Nem tudom, még kicsit állítunk, lehet, hogy jobb lesz. Azt csináld már piros-fehér-zöldre. Ezt? Az overát, aha. Várjál. Ó, lesz ez így. Miért nem mented
le, te fasz! Mert nem nyomta a betét. Őha! Van den Gorberg. Utolsó kanyart, ezt nem szabad vágni. Dádi, te ugye most tudod, hogy rosszul csináltad. Mert a középső a zöld és nem a fehér. A ruhának. Van, de nem mindegy, hogy van. Egy egész kettő. Iha, lehet, hogy sok lesz ez a 70-es a éjjében, az meg. Remélem, már nagyon örülök. Aha. Nagyon jó. Megfogta. Most jön akkor a fizet a senkemen a névvény. Mi a Bece neved, inkább azt írd oda. Nem mindegy, hogy Bece vagy Bece. Hülye. Ez erős volt, bocsi. Tehát másfajta betűstíjú. Invalid a papasz, úgy már meg. Na bocsánat. A kurva anyád! Buksi! Így bazd meg, elrepültem. Ez a... Ez a pálya nem tetszik. Ja, ja, akkor meg tetszik vagy. Ja, annyi lesz azért, hogy Ádi. He, Nikolász, figyelj már, Nikolásznak adjál már egy pár másodpercet. Nagy örömmel. Piros első szektor, amit a legjobb. Nem, az az így betű Ádi. Ez másodpercre eskít. Hát az 6 perc, azt hiszem. Nem 5. Ja, de 5, hoppá. Hát de lehet egy szeket is adni de, neki. Mondtam, hogy egy órája se játszik vele, de számolni meg tudom, az iskolába látszik. Bajod van? De miért invalid lap, mikor a rázókövön megyek, te szar? És ez még csak tesz. Hát igen. Ez még csak tesz. Még nem van. Azt hiszem igen. Gratulálok. Ja, nem azon kéne menni? Igen. Hát jó van, Ádám. Csak már az első, meg a harmadik szektor is leggyorsabb volt. És büszke voltam magamra. Ami kell egy Y. Toljad neki gyulám! Ő
De szépen néztem, most így komolyan. Öcsém, bazd meg, hát ilyen nincs. Fos. Hát baszódj már meg, hát az Isten áldjon meg. Menj vissza, ez a alváznak, hogy mi legyen. Alváznak, hogy mi legyen? Mi a szám, vagy mi? Vagy hogy miért? Mikor én nevet, vagy bármi? Sipi, a matrica a motorra. Ja, a mat... Hát akkor cápa legyen, nem? Azt sem. Vagy... Hogy van? Nem tudom. Mit szeretné? De viszont ezt nem tudom izé nagyítani, vagy de? Ja, de hát. Ja. Bánata mindegy akkor. Megnézzük, hogy látjátok. Ha jó van. Köszönöm szépen a figyelmet. Akkor szerintem a mai nap folyamán folytatjuk ezt a szutykot, és felpróbálunk jutni majd a Moto3-ba. Én viszont most elköszönök tőletek, és majd akkor hát most délután 2 van kereken, hát egy 4 után, annál előbb nem hiszem, hogy jövök majd. 4 után. Remélhetőleg vele találkozunk. Addig is legyetek jók, vidámak, boldogak. Érezzétek jó magatokat. Menjetek ki, mert jó idő van. És ja, addig is. Sziasztok, hello.